Nem csak a mozi részlet ismerős szinte mindenkinek, hanem a zene is. Az 1959-es Ben Hur című ikonikus filmet talán csak a 2000 után születettek nem ismerik még. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a zenéjét a világhírű komponista Zádor Jenő hangszerelte. Hát ha Zádor Jenőt beszeretnénk mutatni a közönségnek, akkor elsőként arról kellene beszélni, hogy ő benne az a különleges nekünk bártaszékieknek, hogy a település szülötte volt. Tehát ő 1894-ben Bártaszéken született, és ha a nemzetközi hírnévről beszélünk, akkor Bártaszék egyetlen olyan szülötte, aki nemzetközi hírnévre tetszett, ugyanis ő nagyon korán megmutatta a zenei tehetségét, ő virtuóz volt, zongorázott, és Bécsben tanult. Gyermekként elkerült Bécsbe, Bécsből Lipcsébe. Lipcsében nem csak a zongorázást, tehát a zenét tanulta, hanem maga a zeneszerzést is. És ami érdekes, amiről nem szoktunk beszélni, ő 1921-ben zenetudományi diplomát szerez, tehát ledoktorál Münsterben. Fokozatosan fejleszti magát, nagyon nagy magasságokat ér el ebben a területben, és ami különleges benne, hogy ugye 1932-ben ő Bécsben már tanít. 1935-ben pedig átkerül Budapestre a Zeneakadémiára, a Zeneakadémia tanára lesz. Viszont 1939-ben ő a döntése alapján kivándorol Amerikába, Los Angelesben találkozunk vele, ahol ő, mint zeneszerző, operákat komponál. Az első operája, amiben az a különleges, hogy a rádión keresztül annak idején élőben hallhatta országvilág, ez a Columbus Kristóf című operája. 1940-ben Hollywoodban találkozunk vele, ő komolyan beleveti magát abba, hogy zenét szerez, zenét hangszerel. És több mint 120 filmnek a zenéjét vagy ő szerezte, ő maga, vagy pedig a hangszerelést végezte el. És akkor itt például beszélhetünk, ugye az előbb említettük a Columbus Kristóf című operát, viszont van egy nagyon érdekes film, amit szerintem, ha megemlítek, akkor mindenkinek eszébe fog jutni ez a film, és tudja, ez a Ben Hur című film, amelynek ugyan nem ő szerezte a zenéjét, de ő hangszerelte. Bártaszéken Zádor Jenő emlékét egy tábla őrzi a művelődési ház falán, és amikor az emléktábla annak idején avatásra került, akkor Zádor Jenő lánya eljött Bártaszékre, és azon az estén egy nagyon szép koncert lett adva az ő tiszteletére a templomban.